A Dombovári Városszépítő Egyesület szervezésében emlékeztek meg az új Dombovárt ért 1944-es bombázásról. A II. Világháború és a 20. század legdrámaibb évében a német megszállást követően mindennaposak voltak a légiriadók. Jöttek, többször közelítették meg szövetséges gépek, amerikai, angol gépek Dombovár környékét is, de igazán tragédia június 30-áig nem következett be. Június 30-án bekövetkezett az, amire igazán hát számíthattak, de szerették volna nagyon elkerülni. Ezen a napon 9 óra, 10 óra táján érkeztek délkelet felől azok a gépek, amelyek leereszkedve egész közeli magasságból elkezdték bombázni a város vasutas területének környékét, hiszen stratégiai helyszín volt Dombóvár. Maga a vasút az mindig központja volt, illetve csomópontjává hozta a problémákat is, meg az örömöket is. Minket mindig nagyon gyorsan tudtak értesíteni a szép hírekről, a jó hírekről a vasutasok, de a tragédiák is mindig ide jutottak, gyorsan jutottak hozzá, akár Pesten, akár Debrecenben, akárhol történtek ezek. Annak a napnak 12 halottja volt, egy kivételével mind vasutas volt. 20 évesek, de volt közöttük 56 éves is. Iszonyatos dráma, ahogyan a városnak ezt meg kellett élnie, hiszen azon a napon tényleg a félelem és a jajgatás, a sírás, az emberek rohantak ide-oda, keresték a hozzátartozóikat. A Nagy Boldogasszony templom falán olvashatók azoknak a civil áldozatoknak a neve is, akik munkavégzés közben vesztették életüket ezen a napon. Az emlékhelyet 1984-ben templomunk felszentelésének 50. jubileumi évében állították az újdombováriak, sok-sok áldozat vállalásával. Több évtized mulasztását akarták pótolni. Az emlékező és emlékeztető tábla addigi elmaradása, tudjuk, nem az itteniek lelkét terhelte, hanem az akkori politikai hatalomét. Az újdombaváriak ma is jogosan lehetnek büszkék a cselekedetükre, hiszen ez volt az első emlékhely városunkban, melyet a II. Világháborúban elesetteknek emeltek. Katonáknak, bombázásokban elhunyt civileknek. Másnap el is temették az áldozatokat. Kocsis László papköltő részletes visszaemlékezéseiből tudjuk ezeket. De más túlélők, szemtanúk is meghagyták az utókornak emlékeiket. Kovács Gyula könyvet írt a történtekről. Még él az a visszaemlékező, aki nem csak szeretne, hanem tud is visszaemlékezni, és nagyon pontosan tudja idézni az akkor történteket. És rábírtuk arra, hogy írja le a fiatalkori emlékeit a háborúról, és ezt most egy könyvformájában a város önkormányzata támogatásával meg is fog jelenni. És ebből egy idézet, hogy 10 éves dolgozó fiatalként hogy élte meg június 30-át. Ez tette különlegessé. Ez a személyes visszaemlékezésnek a hatása. Egy olyan, persze, hogy egy nagyon szubjektív hitelességet képviselő, így látta, ilyennek látta, így élte meg ezt a napot. Nem akartak hősök lenni, mégis azzá váltak. Korabeli források szerint Tolna megyében ez volt az első olyan tragédia a II. Világháború során, amikor civilek is életüket vesztették.